Sziasztok, Andi vagyok, és üdvözöllek titeket a Filmkockák csatornáján. November 21-én fut be a mozikba a Jégvarázs második része, ahol Elsa Annával egy veszedelmekkel teli utazásra indul, hogy fény derítsen arra, hogy miért is született varázserővel. Az izgalmas sztori mellett emlékezetes dologból sem lesz hiány, így a filmre hangolódva két vendégemmel egy játékot fogunk játszani, amiben kiderül, hogy ki ismeri jobban a Disney filmek dalait. Amint látjátok, a mai két vendégem, Maris és Réka. Sziasztok, nem hiszem, hogy be kell őket mutatni, de azért egy pár szóban. Ugye Réka főleg vlog, kihívásos és utazós videókat csinál, Marisnál pedig a díj videók, vlogok és ilyen jelenetes comedy sketch videók vannak. És ezen kívül ugye egyikőjüktől sem áll távol a zene, hiszen Rékának ugye vannak saját dalai is, nemrég jelent meg a Lásd belém, ugye? És ezen kívül pedig Maris, te pedig basszusgitározol. Ugye? Yeah. Igen. De én köpélyesebb azt, hogy Maris, te pedig szereted a zenét, de nem tudsz zenélni. Ez így szerintem korrekt. És az éneklése hogy állsz? Hát nagyon-nagyon szeretek énekelni, sokáig jártam kórusba. Mi karaokeztunk együtt. Igen, tényleg, Linkin Parkban talán. Úgyhogy imádok énekelni, de szörnyen tudok. Szerintem akkor tudatom is a játéknak a szabályait. Egy másodpercet fogtok hallani egy Disney dalból. Egy másodpercet, és ezt a gombot kell megnyomni. Aki helyesen megmondja, hogy melyik filmből származik a dal, az kap 3 pontot. Ha nem tudjátok a választ, akkor segítünk, és meg tudtok hallgatni egy 3, majd utána egy 5 másodperces részletet is a dalból, de természetesen ekkor már kevesebb pontot kaptok a helyes válaszért. Ugye először 3 pont, aztán 2 pont, és 5 másodpercre pedig 1 pontot. Kicsit még fokozzuk az izgalmakat, plusz 2 pont jár azért, hogyha a dalból el tudtok énekelni, akár angolul, akár magyarul egy kis részletet, és hát logikusan az nyer, akinek a végén több pontja van. Akkor... Mehet? Mehet. Ez volt. Ennyi volt? Szerintem, hogyha ennyiből nem, akkor most legyen az egyel könnyebb. Szóval akkor legyen most 3 másodperc. Jó. Jó. Szépség és a szörnyetek! Akkor... És tudok énekelni is. No. Azért, tessék. Csak ennyit tudok, hogy szépség és a szörny. Nem, tudom. Hol volt, hol nem volt. Tényleg. Itt a szépség és a szörny. Jó, megvan a plusz pont, megvan a plusz pont. Akkor a pontokat majd látjátok valahova. Hú, csak eszembe jutott. Nem fogom számolni. De minden esetre most ugye 2 pont amiatt, mert hogy 3 másodperc kellett, viszont plusz. Na jó, van, adjál neki alapból 10-et, tehát mivel nincs, kérdezünk. Oké, következő, felkészültetek? Hát a jégvarázs. Igen. Elindítottam. És ennyit tudok belőle, annak a számot. Énekelni? Do you wanna build a snowman? Angolul. Kell, és néhány jó barát. De neked ilyenkor nem ja. Oh. Nem vagy nyugodtan! Jó, oké, okay. Akkor 3 pont kértek. Kis pihenésnek itt a első 2 kör izgalma után. Ti amúgy láttátok? Igen. És mennyire várjátok a... Én egyébként nagyon. Engem a jégvarázs vagy a grafikája fogad meg egyébként nagyon. És most nagyon kíváncsi vagyok, hogy a második milyen lesz, pont látom, hogy a bemutatóját. És így annyira sokat nem árultál, de pont ezért, hogy ilyen izgésen, tök izgalmas terültek. Hát én elmondani nem tudom, hogy mennyire várom konkrétan. Megnéztem a trélereket, kielemeztem, én nagyon ilyen, mint az előbb is mondtam, a forgatás előtt egy tumblerozom, és én ott előtte minden, a gifeket nézegettem, kielemeztem a trélert, hogy milyen szálak lehetnek, mi lehet a sztori. Amúgy én mi is ezen gondolkoztunk, de ugye, meg vannak ilyen mondatok, amik elvileg, amiknek van ilyen mögöttes tartalma, meg minden, úgyhogy én nagyon-nagyon várom, mert én szerintem az Elsa egy olyan karakter, ami még nem volt eddig a... Nagyon epic lesz szerintem. Biztosan.
Én nagyon szeretem. De egyébként nekem a kedvenc karakterem ezt előre az Olaf. Annyira tudtál! Olaf cuki! Hát, egyébként is az Elsa mekkora girl power? Olaf. Olaf. Amúgy fel amerekkel én is imádom Olafot. Én meg olyan megválasz. Egy kis szerethető figura. Nagyon szuki. Jó, hát akkor jön is a következő kör. Kis pihenés megvan. Készítsétek a kezeiteket. De én meg a kezem. Félek ettől, durva lesz. Mert az élet az úr. Igen, sajt! És a legelső... Nincs? Milyen legelső? Hát úgy indul, ahogy fel kell a nap, te is ébred. Ezt az, nem tudom. Így mert... kezdődik. Aha! Igen. Ez így kezdődik. Igen, a vinnyák után... Mehet a kövi. Most meg. Megint meg fogok érni. Ezt voltál! Jégvarázs. De bocs, annyi meg, hogy legyen hó, még sose volt hasonló. Yeah! Igen, ennyi? Max pont, 5 pont. Fú, most már is szeretem. Én te vettem egetet. Amúgy ez baromi para, hogy mennyire ennyiből. Látod, hogy elcsapott a kelemre? Nagyon gyors vagy esetni. Gyűrűt vegyétek. Következő, az nehéz lesz. Úristen. Nyúl és... Nyúl. Ez a fej, nagyon jó. Nyúl. Amúgy, hogyha elkezdtek gondolkodni, miben van nyúl, akkor viszonylag könnyű ére. A Alice Csodaországban? Igen! Oh my god! Én is erre gondoltam, de mondom, ez biztos, hogy nem. De. Na, de. Viszont ezt soha nem tudnám énekelni. Hát én sem fogalmam sincs. Felénél vagyunk, és még ugye lehet énekekkel is pluszpontot szerezni, így, hogy megváltoztattunk a szabályokat. Úgyhogy, lehet. Na. De, ez nem, de akkor is Lilo és Stitch. Nem! Ez nem a Lilo és Stitch. Akkor most neked van egy esélyed. Igen, de nem tudom a nevét, basszul. Közi! Moan! Nem! Én azon gondolkoztam! Ja. Nem! Milyen pedig az olyan, nekem ez volt az első, amit rögtön tudtam amúgy, úgyhogy... Lehet még egyszer? Akkor legyen most 3 másodperc, vagy újra 1 másodperc. Nem ismered. Én tudom, nem a kisebb lány. Tényleg, úristen! De hülye vagyok! Igen, pedig tényleg szerintem ez a legismertebb belőle. Kisebb lány, tényleg. Azért olyan ismerős volt, és ezt a nem a kisrák énekli. És megvan, el tudod énekelni? Vagy már is élesz a papagaj. Ringatami! Ringatami! Ezt mondom, hogy valami víz! Ringatami! Víz! De hogy mit csinál a víz? De amúgy nem tudnám folytatni csak ennyit, hogy ringatami! Nem. Hát ez sírálmas volt akkor. A tenger. Remélem, a következő már jobban megy. Ne. És beszóltál nekem? Nem! Amúgy ez is nehéz lesz szerintem. Mondom. Ezt én sem tudnám. De ez is, ez emlékszem, hogy valamiben benne... Tehát, hogy, mármint, hogy így megvan az emlék. Királyi trombita. Annyi 3 másodperc. Aladdin! A telefonom ja, én csak másra gondoltam. Én az Aladdin nem szeretem. Aladdin. A kedvencem! Az az egyetlen Disney-es, amit nem szeretek. Na akkor el tudod-e énekelni, az a nagy kérdés? Hát a dallam az teljesen megvan, de egyébként ezt a mesét, hogyha nem láttam, de most tényleg nem túlzok 500-szor, akkor egyszer sem. Annyira kedvenc, annyira imádom. Herceg jő, nagyszerű ő, Ali a baba, de ez egy sor, úgyhogy nem tudom.
Szerintem készítsétek meg a kezeteket, úgy érzem, meg is bízom bennetek. Szerintem egy kicsit elcsúszott, nem? Amúgy tényleg elcsúszott. Egy kicsit. Bízom bennetek, hogy ezt szét fogja ütni egymás kezét, úgyhogy menjen. Nem tudom. Ja, de tudom, Mulán. És hát ez amikor vitték, és így mi ezt gyakoroltak, nem? Igen. Van egy ilyen, hogy kerülget a szélütés. Igen, nem csak igen. Igen. Tornaló mindig felmentésem volt. És akkor ez nagyon vicces. Na hát ez már több sor volt, kérem szépen, és együtt raktuk össze. Felezzük el. Felezzük. Másfél. Egy. Akkor kövi? Aha. Fú. Nehéz lesz. Tényleg nehéz? Azt hittem a Viki szólalt meg, hogy és mert! Erre még én sem számítottam. 3 másodperc, nyomjuk. It's super califragilist. Jó, így már rohadt könnyű. Jaj, ez most angol. Ne már! Ebből nincs meg! It's super... Hát én most teljesen elvesztek. Menjen 5 másodperc, hát adottak 1 ponttal. Filmjel lenéző, nézzük. Nem, jó. It's super califragilistic expialidocious. Tényleg izét az esélyes nőt akartam mondani. Van Disney? Mary Poppins, hogyha ez még neve. Ez a Mary Poppins? Igen. Nem láttam. Úristen, tényleg! Igen! Kövire kíváncsi leszek amúgy, hogy ezt tudni fogjátok. Én nem tudnám. Mehet? Először el kell nyomni. Hogy hívják a... nem a hosszú hajú Chelsea? Az, akinek így a hosszú... Mi a címe? Hát igen, de mi a címe a most... Aranyhaj. Az. Igen. Júli, hát nem jutott volna ezt, nekem annyira repültel volt a fejembe. Amúgy ez nem a teljes cím végül is. Aranyhaj és a nőgubont. Igen. De... jó, de hát ezt a Réka találtak. Akkor legyen az, hogy másfél. 1 pont és 2 pont. Most az van, hogy van egy plusz egyedik, mert itt azért voltak közben kavarodások, ilyen random pontok, úgyhogy úgy érzem, hogy legyen még ez meg. Jó. És most úgy állunk, hogy Rékának neked 19 pontod van, Marisnak 17, úgyhogy szó szerint most így bármi történhet. És a következő az szerintem... Én tudom már, hogy lesz végem, úgyhogy... Nem, én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a Disney mesét, úgyhogy... Lehet, hogy te szereted ezt az is. Na, ha nem érhet, legjobb barátnők, aló! Nem tudnád, hogy ez megy. Ebből nem tudnád. De tényleg nem szeretem. Oké. Okay. Nyomjátok. Na. Ha! Nem tudom. Tarzan! Nem tudom, miért nem jött ki, persze. Gyermekember, férfi, ebből korba lépj. Nem, amúgy én azt tudom, amikor azt éneklik, hogy vere. Gyermekember az égre néz, lelkem már a jóra kész, büszkeség és józanész, gyermekember férfi korba lépsz. Jó, hát így összeraktuk. Hát így összeraktuk, ez hárman. Ez ilyen tipikus izén állam, hogy amikor már tudom, hogy jól nyerés állok, és még az utolsó, és annyira tudtam, hogy itt lesz az, hogy tudja, hogy ezt már is fogja tudni rögtön. De úgy meg az alapszabályok szerint csak akkor kellett volna a bónusz, hogyha döntetlen, szóval végül is te nyertél. De most nem, hát így... Majd a Cógi! Most te nyertem! Ne! Mind a kettő nyertes! Mind a kettő! A Andi is! Jaj! Jó, most, hogy kiderült, ki lett a nyertes! Nyugi, szerintem meneküljünk lassan. Most következő a nézői kérdés, így tőletek is megkérdezem, hogy melyik a kedvenc Disney dalotok. Úgyhogy írjátok meg kommentben. Következzen az elmaradhatatlan Nézős és Város, amit most a lányok fognak prezentálni. Újdonság a Lelkiismeretek című Pixar film, ami jövő nyáron érkezik, és elég izgalmas témája lesz, hiszen az emberi lélek lesz a középpontjában, úgy, mint az agymanóknál az elme.
a Pixart ismerve egyszerre lesz vicces és megható. Előtte pedig márciustól lesz látható az Előre, szintén a Pixartól, ami legalább olyan kalandos és mesés lesz, mint a Jégvarázs 2. A második szinkronizált előzetes már látható. Ami pedig az idei évet illeti, a Jégvarázs 2 után sem maradunk animációs mozi nélkül karácsonykor, hiszen jön a Kémesítve, egy őrületesen vicces kémes sztori galambokkal. Hát először is lányok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és szerintem nagyon ügyesek is voltatok, én szóval felét nem tudtam volna kitalálni. Nektek pedig ne feledkezzetek meg a nézői kérdésről, és nagyon-nagyon örülök, hogy ti is itt voltatok, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ja, legyenek jók, sziasztok! Sziasztok!